Na gyerekek, kész vagyunk. Hú, hogy átült az idő. Ezt nézzétek meg. 7 óra 11 perc. Wow, ez volt a leghosszabb mutogatásom. Komának mekkora mercia volt. E350-es. Levágtam a banánomból ajándékba, odaadtam. Képzeljétek el, nem hogy higgyem. Ez a fiatal pár, hát középkorú pár, nem fiatal, olyan 40-es körüli pár. Az első, aki azt mondta, hogy oké, ez látszott már a startból, hogy a gyerek permakultúrát ismertes, ő is így akar termelni, és minden érdekes volt. Hogy elbeszélgettünk, és mindent megmutogattam, és elmagyaráztam. Jó, ez lenne a legjobb szomszéd. A felesége úgy nem nagyon ért hozzá, és nem nagyon érdekli, de jó, tetszett mind a kettőiknek. És mondom, a gyerek azt mondja, hogy hát én ezt akarom én is csinálni, és így akarom. Végigvittem, mindent megmutogattam, beszélgettünk. Jó, szakállos gyerek. Ilyen fél hippi. Fél hippi. Na, kamerát letettem a kocsiba, és nem volt nálam, hogy bekapcsoljam. Legalább, hogy lássátok, de mindegy, hogyha ők veszik meg, akkor majd fogjátok látni az új szomszédot. Mondtam nekik, hogy örülnék egy jó szomszédnak. Na. De azt is mondtam, hogy csipkedjék magikot. Mert mindjárt vége. Ugye nem akarnak sokat totojázni. James-ék. Azt mondták, most bejött két ajánlat. És vasárnapig még elfogadnak ajánlatokat. Mindenki tegye meg a best offert. Aki legjobbat ajánlja, azt jövő héten elfogadják. Úgyhogy mondtam nekik, és azt mondják, hogy oké, akkor majd nekik is van egy házik, való nem messze laknak itt Esztero környékén, Fort Myers alatt. Na jó, csapjuk haza. Az út elmaradt, ami ma úgy volt, hogy valami számítógépes dolog miatt fel kell menjek szarozottába. Nem is bánom, mert fáradt vagyok, ugye nem aludtam túl sokat. Hajnal előtti fekvéssel. Úgyhogy menjek haza. A nap már megvan dőve, most már lehet heggeszteni. Állok neki. Befejezem az oldallemezeket, körbevarom. Na milyen napon csütörtök? Vagy péntek? Azt se tudom, milyen napon csütörtök, nem? Ja, csütörtök, ma is 11. És hónap be tudom fejezni, hónap megvarom alulról. És kész vagyunk gyerekek az agyon, nem jó, hogy higgyem. Hát addig volt neki nehéz, ugye, amíg elé készíted, de és kiköböző mindent, hogy mit, hogy tegyél. És amíg még megtanulsz heggeszteni, és rájössz, hogy 30 amper kell, nem 20. Na, úgyhogy most már hamar menjem. Aj, de fasza. Örvendek, hogy a száraz szezon még kitart, az esőzések nem kezdődtek el. Habár egy kicsit nem baj, ha elkezdődnek az esők. Sőt, az még azt hiszem, hogy jobb lesz, mint hogyha szárazon ugye hoznám a cuccot, sőt járnék rajtam, ahova leteszem. Ott a kocsi majd el fogja nyomni. És ha sokat járok benne, de hogyha így van egy-egy kicsi eső, akkor az ugye olyan jó le, meg az utat, ugye, mint homokot elterítettem, kavicsos homokot, azt ugye megegyengeti, ugye. De ha sok eső van, az se jó, mert akkor az álmossa, tehát de mondom, nem kezdődik olyan kemény esőzés általában.
július előtt. Hát június 1-e a hivatalos első szezon kezdete, de május közepítő már megszokott kezdődni. De még nem olyan sűrű az eső májusban, és még júniusban sem. De azt nem lehet ugye kiszámítani, mindig más, van mikor hamarabb kezdődik, van mikor később. Na, de ez így most pont jó, május közepe. Hétfőtől kezdjük hordani az anyagot, teríteni. Ott van a lapát. És május végére. Tehát két hét alatt én, hogyha a kocsi működik, két hét alatt be tudok hordani annyi földet, hogy a ház körül meg a bekötő utat feltöltsem. Ha nem teljesen is, ugye, de egy annyira, hogy hogy már jöhet akkor majd az első szezon. Na. Úgyhogy gond egy szás, a gyerekek, nincsen semmi baj, nem vagyunk lemaradva semmiről. Dolgok táv szerint mennek. És még arra is lesz időm, hogy hozzak 10-20 fovar mócsot, mielőtt ugye július előtt még nincsen alóvíz. Általában június végéig a sáncok lassan telítődnek fel, és júliusban aztán már megkezdít ott állni a földön és a víz. De legalábbis a bekötő úton már ott a legalacsonyabb, ha nem csak, mert ott a hátsó felén él is helyenként. Na, de hogyha már a bekötő utat fel tudom tölteni, akkor már nyárt ügyem van. De jó, mindenképpen egy pár adag múcsot is hozunk azért, mielőtt túl nagy vizek lesznek. És akkor majd júniusban, június közepe vége felé, közepítő végig. Vagy végül is azt csináltam az első szezonban is, az útfeljavítást. Ezt a lilaclane-t ezt nem javítom fel, mert ez nagyon rossz, de a Sanctuary-t ott az utolsó pár 100 métert, meg itt ugye balról, ahol az a nagyon rossz hely volt, de feltöltötték. Meg is kell néznem azt most, hogy néz ki. Ja, tehát ez az út, ez nagyon rossz, nagyon gödrös, nagyon alacsony. Mikor vizek vannak, hatalmas tócsák, állóvizek vannak itt. Úgyhogy le akarok szokni erről az úthasználatról, de mondom, a másik felé ott olyan szar volt egy helyen, volt egy ilyen 50 méter szakasz, olyan rossz volt, hogy és olyan alacsony volt, hogy hatalmas gübe keletkezett ott. Tának hova lettek? Itt van a szomszéd, fekete meg fehér tának. Ez izé, hogy is hívják? Nem Alfredo. Minek hívják a gyereket? Elfelejtettem a nevét, mindegy. Takarítsa ki itt a gajakot. És hordja halomba a fődet, nem tudom miért. Földvárat épít. Még mindig jobb, mint a légvár. Ja, itt nagyon lassan lehet közlekedni, lassan, aki akkor a gödrök vannak, mind kell kerülgessem, és itt zötyögök kisbé. A másik út az egy kicsit jobb a Sanctuary, de mondom, azért nem használtam, mert szár az időben nem lehetett használni, mert olyan puha volt, olyan homokos volt, hogy süllyedtél el benne, és esős időben pedig olyan mély volt a víz, hogy azért nem lehetett használni. Hát volt egy kicsi idő, így, mikor az első szező után lehetett használni egy pár hónapit, ugye november, december, és azt mikor túl száraz volt, már nem. Jó, meg is nézzük, hogy néz ki most az a hely, oda menjünk. Itt van ne itt a sarkom. Akkora likak vannak itt, hát sok anyagot kéne hozni, ez sok munka lenne ezt a lilaclane-t feltölteni. Na de ez, itt vannak a szemetes ládák, idehozom ki a szemetet.
De ez itt ugye, itt az út véget ér, itt balra, jobbra menjen a Sanctuary, én vagyok ott a véginél, a dead endbe. Hát nincs dead end, csak a rossz szomszéd lezárta az utat. De itt balról, ez megy a Sanctuary Roadba, belé megy az aszfaltozott részbe. És hogyha végig mész ezen itt le, akkor odaérsz a Corkscrew Swamp Sanctuaryhoz. Az a védett helye, boardwalk van, lehet sétálni, stb. Na, de itt van ez a rossz rész. És most egy kicsit rendbeszedték. Ja, bejöttek egy ilyen útegyengetővel, és egy kicsit rendbeszedték. De még mindig alacsonyabb, mint a többi része az útnak. Úgyhogy ha itt feltöltöm, mondjuk ide kérne hozzak egy olyan 10, legalább 10, hanem 20 autó kavicsos fődet, hogy ezt egy kicsit felemeljem, és a homokot úgy lenyomjam, hogy lássan itt közlekedni. És amúgy a többi része elég jó, nem olyan rossz mindez a lilac. És akkor már csak annyit kéne csinálják, hogy itt az utolsó mennyi lehet itt 0,2 mérföld pár száz méter. Utolsó pár száz méteren egy kicsit feljavítsam. Akkor a postaladat áthelyezném ide, és akkor ezt az utat használnám. Többet nem kéne ezt. Itt van egy nagy gübbenő a kanyarnál. Akkor itt még egy nagy. Hát egy nagy, kettő nagy. Itt még egy nagy, három nagy. És a többi nem olyan rossz van. Hát mondjuk ide is kell 10-20 kocsi főd. Azért vannak gödrök még itt is, meg a homokot el kell takarni, meg itt még van egy rossz hely. Ja, itt nagyon vizányos is szokott lenni nyáron, már alacsonyabb. Itt van a madaros szomszédom, Bill, az öreg, Bane Bolond. Ilyen fehér virágok. És innen arrafelé már nem olyan rossz, néhány gödör van, azt kifótozom. Van egy pár, itt kell kerülgetni, de amúgy nincs ugye tönkre menve. És ide már tettünk vagy két kocsi anyagot, még Gilbert hozott ide is. Na, de mindenképp az úttal most nem foglalkozok, tehát előbb itt kezdjük a kaputól. Kezdjük itt a kapunál. Ez itt egy rossz hely, ugye itt kell, ide kell, vagy a három kocsival hozzak, 3-4 kocsival. Az úttal egy szintbe kell, tehát fel kell ezt egy olyan 20-30 centivel emeljem. Itt ezt, mennyi ez mondjuk egy 10 méter a kaputól odaig. És akkor utána itt már megint domb van, innentől egy 10 méter jó. Onnan nem kell tegyek semmit. Hát egy vékonyabb réteget talán teszek 5 centit. Azért ugye, hogy a füvet ne szaggasson fel, mert akkor alatta a homok megint lágy lesz. És mindenhol, ahol fogok járni kocsival, kell tegyek egy réteget. De ugye az alacsonyabb helyekre sokat kell tenni, és más helyekre kevesebbet. Na, tehát itt ezzel kezdem. Csak azt hiszem egyszerre nem kéne tegyek túl sokat. Mit tudom, csak 10 centit egyszerre.
Csak kicsit járok rajta, tapossam le. Ha nem, belé süllyedek a kocsival. Nos, akkor itt volt a domb, és akkor itt megint menjünk most lefelé. És itt ez a legrosszabb rész innentől. Még itt bevesszük a kanyart, elérünk oda a kereszte sáncig. Tehát ez a rész nagyon rossz. És itt ez a rész. Itt a kereszt sánc. És akkor itt egy kicsi ponkja van, ide van, kezdtük hordani, még a backhoe-val egy kicsit felemeltük. De innentől arrafelé már nem olyan rossz. Tehát itt nem kell túl sokat egy arasznyit megemelni csak. Hát talán egy kicsit többet, de... Na, de akkor a ház körül, ugye a ház körül, és itt a ház előtt itt meg kell jól emeljem, hogy legyen hova parkírozzam a billáncset, a kocsit, a motrot. Vakia! Ja, mindent el kell innen hordjak, hogy a ház körül tudjam jó feltölteni. Vakia! Mi a helyzet, öreg? Ja, fel kell itt tűtsem, hogy itt lássam megtérni, parkírozni, javítani. Jó nagy műhelyt kéne ide építeni. Vakia! Mi a helyzet? Ha? Mit szóltok, gyerekek? Meg sem mozdul a fal. Ha? És mondom, még nincs körbevarva, de ma este már körbe lesz. Hihetetlen, hogy az egy lemez milyen szépen megstabilizálta a kis szaros lemez. Ha az... Ja, ez az utolsó tábla lobog. Ja, itt még nem tudom. Itt látszik, ki van domborodva, relkék alapa, a csúlyak talán ki. De nem minden össze, van varva, nem tudom. Nem hiszem, vissza tudom tolpasztani. Na mindegy. Várjuk ma oda, fejezzük be a varrást. Nem rossz az itt, már vannak egész jó varrataim. Ja, nem tudom, nagyobb a rés, egy kicsit tokány, de nem tudom, be kell tegyek valamit. Na jó, menjek öltözzek be, és álljak neki heggeszteni. Ja, és itt kicsit le fogom a végét hallítani kalapáccsal, és sarkát már le is kalapáltam, hogy az ajtó csukódjon be. És a sarkakot még ugye vissza kell itt egy kicsit heggesszem. De van, nagyon évezem, gyerekek. Ma megcsinálom, hónap beheggesztem az aljat, és kész vagyunk, értitek-e? Kész vagyunk. Olajcsere, gyercsöcseres, indulunk hétfőn, megcsinálom a lámpákot. Azt mondtátok, soha nem lesz kész, hogy ne lenne kész. Hát tudom, sokan bíztatok bennem. Köszönöm a bizalmat.